A magyar innováció helyzete a nemzetközi piacokon, hát ez egy kicsit ilyen száraz cím, de azért ennek kapcsán nem csak a nemzetközi piacokról, hanem egyáltalán a magyar innováció helyzetéről is szeretnék egy kicsit beszélni. Itt egy elég érdekes térkép látható, az innováció világ térképe, ahol az országok azok nagyon furcsa méretekben tűnnek föl. Ez egy olyan térkép, ami a lélekszámhoz viszonyítja az innovációnak néhány paraméterét, és ebből számol ki egy relatív területet. És akkor lehet látni, hogy azért vannak itt meglepő nagyhatalmak, ugye Finnország például, ami jó nagy, és még egy-két ország, mondjuk például Izrael is elég nagy ezen a térképen, és hát azért Magyarország is ott van, bár nem nevesítve. És hogy Magyarországot tekintve, nagyon sokszor, amikor magyarországi innovációk a világban témáról beszélünk, akkor szeretjük felsorolni azokat a magyar találmányokat, amiket ugye itt mindannyian ismerünk, már a világban sokan sokszor nem tudják, hogy a Rubik kocka az egy magyarról van elnevezve, Neumann Jánosról is inkább azt gondolják, hogy talán német volt, ugye angolul is a neve John von Neumann, és amikor Amerikába a golyóstollat Byronnak hívják, akkor sokan nem tudják, hogy az egy magyar emberről van elnevezve. Mindenesetre nekünk magyaroknak azért időnként van egy ilyen hajlamunk, hogy ugye a dicső múlton merengjünk, és azt gondolom, hogy a dicső múlt, tehát persze nem szabad elfelejteni, de abból ma nem tudunk megélni, és abból ma nem tudunk egy új világot teremteni. Szerencsére azért vannak ma is olyan dolgok, amire büszkék lehetünk. Az egyik, hogy Magyarországot, ugye ez a nemzetközi dolognak egy ellenkező irányú, de legalább annyira fontos vonulata. Tehát Magyarországot jó néhány nemzetközi világcég olyan helynek tekinti, ahol érdemes kutatásfejlesztéssel foglalkozni. Ugye itt most azok a nagy nemzetközi cégek szerepelnek, amelyek jelentős K+F központot tartanak és fejlesztenek Magyarországon. Nem feltétlenül azok, akik egyébként mondjuk a gyártásban a legnagyobbak. Az Ericsson, amelyiknek körülbelül egy 1700 fős kutatóközpontja van, Svédországon kívül Magyarországon van a legnagyobb mértékű kutatásfejlesztése, és a többi is, akik a listán szerepelnek, ugye a G Lighting az egy kicsit más, mert ők egy magyar céget vettek meg, de a többinél ezek mind tulajdonképpen zöldmezős beruházások voltak, úgy látták ezek a cégek, hogy Magyarországon pont a meglévő szellemi kapacitások miatt érdemes a kutatásfejlesztésbe is fektetni, nem csak a gyártásba. És ez ugye azért is nagyon fontos, mert itt a hozzáadott érték sokszorosa annak, ami általában a gyártásban meg szokott jelenni. De azért van más is Magyarországon. Vállalkozói kihívás az ma mindenki számára egy létfontosságú téma. Nem is tudtuk, hogy mi az, hogy startup. Szerintem maga a szó, azt mi nem használtuk, hanem a terméket szerettük volna megcsinálni. A startup az egy olyan eszköz, amivel meg tudod valósítani valamilyen más célodat. Mondjuk, hogy kiesni a gyeplőből, és még mondjuk eltörni, sincsen, és neked kell mondani az eltörni, kitalálod és megcsinálod. Csoda, hogyha egy cég egyáltalán egy startupból aztán igazi komoly vállalkozásra növi ki magát, de egyre nagyobb a számuk azoknak, akik ezt sikeresen megteszik. A kulcs az, hogy mennyire hiszel abban az ötletben, és mennyire hiszel abban, hogy ebből tényleg lehet valami tök jó dolgot csinálni.
ne rejtőzködj, mert ha rengeteg időt el fog elmenni, és ha költesz is, akkor pénzed is el fog elmenni. A magyar tehetségben látok fantáziát, az, ami engem hoz, tehát onnan jön a motivációm. Ezt nem tudom profitálni is tud lenni, anélkül, hogy bármit elmenni a környezettől. Jelenleg azt lehet mondani, 2013-ban felértékelődött már a startupnak a fogalma, ez már nem egy B opció, nem egy munkanélküliség helyetti opció, hanem igenis egy kitörési lehetőség. Dolgozzanak el, ilyen nagyják fel, de minél inkább vigyék ki a piacra az ötleteket. Szerintem az egészben a legfontosabb az, hogy legyél boldog. Better late than never. Végre beszélünk róla, és itt az ideje. Úgyhogy vannak azért nálunk is startupok, és el is indult valami ebből a világból. És azt gondoljuk, és ez a céljaink egyik fontos részét képezi, hogy ez az, amit segíteni kell, amit természetesen nem az állam fogja megcsinálni a startupokat, de az állam az segíthet olyan környezet létrehozásában, aminek eredményeként Magyarországon is sok-sok startup jön létre, és azok közül lesznek sikeresek is, mint például az egyik úriember, aki a kis filmbe, klipbe beszélt, az annak a Prezinek a egyik kitalálója és elindítója, amiben egyébként ez a mostani prezentáció is szerepel. Bocsánat. Úgyhogy, tehát, hogy mit is tehet a kormányzat ezen a területen? Nyilván nem a piaci szereplőket fogja helyettesíteni, nem cégeket fog alapítani, legalábbis biztos, hogy nem a startupok között. És alapvető feladata, hogy a piaci hiányosságokat korrigálja. A piac nagyon sok mindent megold, de vannak bizonyos olyan problémák, amiket a világban mindenütt megpróbálnak ilyen-olyan megoldásokkal korrigálni és segíteni. Fontos az, hogy ezeknél a megoldásoknál vegyük figyelembe azokat a tapasztalatokat, amik a világban beváltak. És ebből a szempontból itt kapcsolódok nagykövet úr előadásához majd, mert több olyan szakpolitikai ötlet és tapasztalat is van, amit Izraelben kezdtek el alkalmazni, és Magyarországon úgy láttuk, meg valamit az Európai Unió egészében úgy láttak, hogy érdemes adaptálni. Ezek közül a kockázati tőke program, amit nyilván itt a önök között nagyon sokan ismernek, meg talán benne is vannak ilyen-olyan szerepkörben. A kockázati tőke, mint olyan Magyarországon és az Európai Unió jelentős részében alig vagy egyáltalán nem létezett. Holott ez egy kulcseleme annak, hogy az induló vállalkozások sikeresek és nagyok tudjanak lenni. Itt egy Izraelben körülbelül 20 éve, vagy most már lassan 25 éve elindított modellt az Európai Unió adaptált és adoptált, és ma Magyarországon az a Jeremy program, ami tulajdonképpen a strukturális alapokból kerül finanszírozásra. Ez ennek a modellnek egy magyarországi változata. És természetesen mindenki, aki egy kicsit is ezzel foglalkozik, el tudja mondani a programmal kapcsolatos problémákat, hosszasan sorolni is akár, de tagadhatatlan, hogy elindított valami nagyon pozitív dolgot Magyarországon. Ugye ma már az összes Jeremy alapot, ha tekintjük, közel 500 milliárd eurónyi pénz áll rendelkezésre. Ezeknek egy része már kihelyezésre került, egy jelentős része még nem. Ez minden esetre alapvetően megváltoztatta a helyzetet abban a tekintetben, hogy azt már nem lehet állítani, hogy nincs pénz, hogy rengeteg jó ötletünk van, rengeteg jó cégünk van, de nincs sajnos pénzünk. Ez mondjuk ma már így nem igaz, és annyira nem, hogy Magyarország a kockázati tőke tekintetében 2012-ben az Európai Unió egészét tekintve az élre ugrott. Ez annak is volt köszönhető, hogy Magyarország az elsők között volt a
EU-s országok közül, akik a Jeremy programot elindították. Most már egyre több helyen kezdtek ebbe bele, úgyhogy látszik, hogy bár egy kicsit a NIH logója letakarja, de az a ERI ottan az első oszlopnál, az Hungary-t jelent, és a következő a Svédország, aztán Finnország. Úgyhogy itt látszik, hogy egy olyan pillanatban vagyunk, amikor egy jó intézkedéssel Magyarország egy természetesen szűk területen, de akár az Európai Unió élére tudott ugrani. Ugye itt látszik, hogy azért mik azok az országok, amik már régóta ezt csinálják, Svédország, Finnország, Egyesült Királyság, ezek mind olyanok, ahol ugye a kis vékony vonalka az mutatja a 2012-es állapot, az oszlop mutatja a 2012-es állapotot, a sötétebb vékony vonalka a 2007-2011 közötti átlagot, tehát mondjuk ha azt nézzük, nem egy pillanatot nézünk, akkor azért Svédország még jobban áll, és hát a magyar 2007-11-es vonal, az mondjuk ezen az ábrán nem is látszik, de az sajnos valahol eléggé lent van. Tehát itt éppen azt érhetjük tetten, amikor elindult valami, és valami pozitív. Természetesen ezek a kockázati tőke alapok, ezek akkor lesznek sikeresek, ha vannak olyan cégek, amikbe érdemes befektetni, ha vannak olyan vállalkozások, olyan technológiai, gyors növekedésre képes vállalkozások, amik ezt a fajta befektetést igénylik, és az elvárt hozamot produkálni is tudják. Ehhez pedig hiányzott egy fontos elem a magyar ökoszisztémából, egy olyan inkubátor és accelerátor program, amelyik képes arra, hogy ilyen gyors növekedésű és nemzetközi piacokon is helytállni képes cégeket fejleszten ki az ötletekből. Itt megint egy olyan mondjuk szakpolitikai eszközről, hogy ilyen kormányzati zsargonban mondjam, tehát egy olyan megoldásról van szó, amit már máshol bevált. Nagykövet úr is említette az izraeli technológiai inkubátor programot. Egyébként ennek egy adaptációját Finnországban már Magyarországnál jóval előbb megcsinálták, körülbelül 2009-ben indították el. De minden esetre mi is egy olyan adaptációba kezdtünk bele, ami reményeink szerint jól ki fogja egészíteni majd a kockázati tőke programot, és egyben, és ezt már is látjuk, hogy ennek a programnak a tavalyi elindítása egy pezsgést indított be a magyar startup és a startupok környékén meglévő inkubátor befektetői világban. Ugye itt említettem ennek a résznek a bevezetőjében, hogy a piaci hiányosságoknak a korrekciója az állam feladata. Itt ugye egy olyan piaci hiányosság van, hogy a induló technológiai cégek első szakaszában, tehát a seed szakaszban olyan nagy a kockázat, hogy ezt állami segítség nélkül általában a magánbefektetők sem, sőt, még a kockázati tőke befektetők sem tudják vállalni, különösen nem azok, akik nem a saját pénzüket, hanem alapokban mások pénzét kockáztatják. Természetesen fontos itt az úgynevezett angyal befektetőknek is a szerepe, a világban mindenütt ez nagyon fontos szerepet játszik. Azonban ugye a dolgok összefüggenek, általában ezek az angyal befektetők azokból a sikeres technológiai vállalkozókból kerülnek ki, akik egy jó exit után sok pénzhez jutottak. A legtöbbjük az nem jachtot vásárol ebből, és nem tudom, svájci és Côte d'Azur-i villákat, hanem a pénz legnagyobb részét hasonló, az övékhez hasonló vállalkozásokba fekteti.
Ez az inkubátor és akcelerátor program, ennek a legfontosabb eleme talán, hogy ez nem ingatlan bizniszről szól. Tehát Magyarországon kicsit az inkubátor fogalom le is járatódott, mert nagyon sok olyan inkubátor készült el, általában állami, jelentős állami támogatással, amik lényegében ingatlan befektetésekről szóltak. Ennek úgy nagyjából semmi köze nincsen ahhoz a koncepcióhoz, amiben mi gondolkozunk. Én a hivatalban például meg is tiltottam az inkubátorház, mint olyan fogalomnak a használatát, mert a ház már rögtön valahogy az ingatlanos bizniszhez kapcsolja az ember gondolatait, tehát ez nem a házról szól a dolog. Természetesen valahol lenni kell, de nem ez a dolog lényege. Itt most nem mennék bele, itt lényegében föl vannak sorolva a legfontosabb elemei. Egyet emelnék ki, és ugye ez itt az előadás címe, a nemzetközi kapcsolatok. Tehát itt mi azt látjuk, hogy csak azok az inkubátorok fognak tudni sikeresek lenni, akik a tapasztalataikat nem csak Magyarországról szerezték, akiknek megvannak a külföldi befektetői és piaci kapcsolatai, hiszen másképp nem lehet nemzetközi piacokon sikeres cégeket felépíteni, ha az inkubátor üzemeltetője, ha az inkubátor befektetői menedzsmentje nem rendelkezik ugyanezekkel a tapasztalatokkal. És hát azért, hogy valami tényleg elindult, arra szeretnék még egy-két ábrát mutatni. Ugye szeretnénk Budapestet egy startup fővárossá tenni. Ettől még azért sajnos kicsit messze vagyunk, de minden esetre már egy jó pár logót föl lehet tenni erre a cégre. Ugye erről említettem a Prezit, akiknek a prezentációs eszközével készült ez a prezentáció is, de van még néhány nagyon sikeres, ugye ezeket már egyesek azt mondhatják, hogy már untig ismételgettük, de én azt gondolom, hogy nem baj, ezt újra és újra el kell mondani, mégpedig azért, mert nagyon fontos a példa. Tehát az, hogy lássák Magyarországon a fiatal, meg a nem olyan fiatal vállalkozók is, hogy a példák, hogy lássák a pozitív példákat, hogy meg lehet csinálni sikeres cégeket Magyarországról elindulva is, hogy egy kicsit tanuljunk ebben a tekintetben megint csak azoktól az országoktól, akik ebben a startup világban sikeresek, mint Izrael, Finnország, vagy az Egyesült Államok, de mondjuk maradjunk csak a kisebb országoknál, mondjuk Amerika azért az más, hogy hinni kell magunkba. Tehát a legfontosabb az, hogy elhiggyük, hogy képesek vagyunk megcsinálni valamit, és itt elérkezünk ahhoz, hogy nagyon fontos az értékeknek is az átalakítása. Ugye már itt említettem, hogy itt mi magyarok szeretünk így a múlt dicsőségén merengeni, ezen kívül szeretünk még nagyon sokat panaszkodni, meg szeretjük azt mondani, hogy hát úgyse lehet Magyarországról megcsinálni. Na most ezen változtatni kell, és ezek a példák, ezek ebben segítenek. Mint ahogy ugye nagykövetem mondta, hogy én 5 évet töltöttem Izraelbe, azt látom, hogy mindenki, aki belevág ebbe, az nem abba gondolkozik, hogy ha talán majd sikerül nekem valamit megcsinálni, hanem azt mondja, hogy hát persze, hogy én leszek az, aki 3 év múlva az amerikai piacot beterítem a termékemmel, tehát muszáj hinnünk magunkba. És ehhez a hithez nagyon fontos, hogy lássuk a pozitív példákat, és szerencsére már van egy pár Magyarországon is, ugye a Logmin, a Ustream, vagy a NNG, Navengo, ezek ma már világcégek. Mondjuk például a Logmin, ami sok szempontból talán a legnagyobb pénzügyi sikert aratta, annak ma a tőzsdei kapitalizációja meghaladja 700 millió dollár, tehát mondjuk 160 milliárd forintot.
a magyar cégek között az elsők között van, pedig csak néhány éve létezik, tehát hogy már piaci kapitalizációt tekintve. Tehát ezek a példák, ezek nagyon fontosak. És az önbizalomra is vannak jó példák, ugye Somlay Fischer Ádám, aki a Prezi egyik kitalálója, mondja azt, hogy a PowerPoint piaci erejét meg lehet törni. Tehát, hogy lehet a Microsofttal is szembe menni, ehhez kell egy hit és önbizalom. Ezt el kell tanulni mindenkinek. És akkor egy újabb térkép, ez most itt az Európa térképe. Ugye itt ez a világ top 20 startup ökoszisztémáját ábrázoló világtérképnek egy része, ahol az is látszik, hogy hát az első 10 között nem túl sok hely van, egyedül London érte el a 7. helyet a top 20-ban. Egyébként ugye a Silicon Valley és Tel Aviv szerepel az első 3 között. És azt is látjuk, hogy ezen a térképen, úgy Közép-Európában, ugye a kérdőjel azért van ott, egy elég nagy üres térség van. Mi azt gondoljuk, és hát ez is egy fontos dolog, hogy higgyünk is benne, ne csak gondoljuk, azt gondoljuk, hogy ha jól csináljuk, akkor ennek a kérdőjelnek a helyére mondjuk előbb-utóbb Budapest föl fog kerülni. Ehhez persze nagyon sok mindent kell tenni. Most ha már Prezinél vagyunk, akkor a Prezinek egy másik alapítója mondta ezt, hogy Budapest azért sok minden jó dolgot tud kínálni a startupoknak, ugye, hogy jó mérnökök vannak, hogy olcsó az élet, a város izgalmas, tehát hogy azért Budapest nem esélytelen ebben a versenyben, és ez a nemzetközi kapcsolatoknak egy másik vonatkozását villantja föl, tehát abban is lehet gondolkodni, hogy Budapestre vonzuk legalább Közép-Európából azokat a cégeket, akik alkalmasak a gyors növekedésre és a világpiac meghódítására. Erre elindult egy munkacsoport, ami azon dolgozik, hogy mit kell megcsinálni ahhoz, hogy ez az álom, ez valósággá váljon, mondjuk 2020-ra. Még azért ezen sok teendő van. Ezt nem tudom, ismerik-e, én hoztam belőle néhány példányt, ez meg lett fogalmazva egy kis füzetbe, egy olyan munkacsoport által, amelyiknek a legnagyobb részét nem kormányzati emberek alkották, hanem startuperek, befektetők, sikeres vállalkozók. Úgyhogy ezt majd szíves figyelmükbe ajánlom. Ezen kívül még azért, hogy egy kicsit a saját hivatalomról is beszéljek, néhány dolgot mondanék gyorsan, mert az idő már eléggé telik, tehát ezt mondjuk ki is hagyom. A nemzetközi kapcsolatokban kétoldalú megállapodásokat kötünk, egyébként többek között például Izraellel, de több mint 30 országgal van ilyen megállapodásunk. Ezekhez egy részéhez pénzügyi eszközök is társulnak, tehát finanszírozunk közös kutatásfejlesztési programokat. Nagyon fontos a Horizont 2020 program, aminek éppen annak egyik tájékoztató eseményéről jöttem ide, ahol 70 milliárd eurót lehet elérni a Európai Unión belülről az összes többi Európai Uniós országgal versenyben. Ebben a versenyben a hivatal, a programkoordinátorok és a nemzeti kontakt személyek hálózatával segít. Továbbá van egy tétatasi hálózatunk, aminek valaha én is tagja voltam, 11 országban, vagy 11 állomás helyen működnek, akik feladata, hogy tudományos és innovációs együttműködésekben segítsenek. Ajánlom az önök figyelmébe is, hogy ezeken a helyeken, ahol működnek, használják őket,
magyar adófizetők pénzéből vannak ők ott, tessék nyugodtan foglalkoztatni őket, és megkeresni mindenféle olyan dologgal, ami az innovációhoz, K plusz F-hez és az adott országhoz kapcsolódik. Ugye közülük hárman Brüsszelben vannak, tehát az EU-s programokhoz kapcsolódik, és természetesen az is nagyon fontos eleme a nemzetközi kapcsolatainknak, hogy a legjobb tapasztalatokat, a best practice-eket hazahozzuk, erre már ugye mondtam néhány példát. És erről egy kicsit már beszéltem is, hogy ezeket a nemzetközi sikereket, ezeket fontos promotálni. Ezt tesszük, teszem most én is itt, de ezen kívül tesszük versenyekkel, tesszük roadshow-kkal, és szeretnénk például a külföldi inkubátorok, accelerátorokkal is egy olyan pályázati programot indítani, ahol ezekkel a fontos központjaival a világ innovációjának magyar startupok, vállalkozók megismerkedhetnek. Úgyhogy köszönöm szépen a figyelmet.